Elfelejtett és egyben elhallgatott évadként emlegetik azt a periódust, amelyről kevés színháztörténeti írás, adat maradt meg az utókorra. Pedig a II. Világháború vége és a rögtön utána következő időszak nagy változásokat hozott a kolozsvári színházi életben. Erről tanúskodik az újonnan megjelent Elfelejtett színházi évad című kötet, amely az egykori újságíró, majd opera aligazgató Szabó László kéziratait és Laskai Adrien karmester, karigazgató kiegészítő írásait tartalmazza. Érzékeny pontom a Janovics Jenő életpálya. Ugye, egyik évben egy külön kötetet kiadtunk a Janovics Jenő munkásságáról is, nem akarom ismételni azt, hogy mit jelentett a kolozsvári színház opera életnek a Janovics Jenő munkássága, és ennek a periódusnak a befejeztével gyakorlatilag a Janovics élete is befejeződött. Ugye, miután két színházat felépített, világszínvonalú filmgyárat működtetett, boldogan vállalta inkább azt, hogy ide át kell jönni és lemondani a másik épületről, lemondani arról a székházról, mert itt érezte, hogy újra gyümölcsöző élet következhet. Még akkor is, ha ő pár héttel az visszaköltözés után meghalt, megérezte azt, hogy tulajdonképpen valóban egy virágzó élet, és megszületett nem sokára az a Kolozsvári Magyar Állami Színház, néhány évre rá a Kolozsvári Magyar Állami Magyar Opera. A 22 éve elhunyt Szabó László írásait lánya Jánki Mária zeneművész ajánlotta Laskai Adrien figyelmébe, aki egyből ráérzett, hogy értékes színháztörténeti adatok, kuriózumok kerültek a kezébe. Ő maga továbbkutakodott, kiegészítette az írásokat, és történelmi kontextusba helyezte a kolozsvári magyar színjátszás 1944-1945-ös évadát. Szabó László és Laskai Adrien színháztörténeti kötete a Kolozsvári Opera Barátok köre kiadásában jelent meg. Mivel pályázati támogatásból láthatott napvilágot, ingyen hozzájuthatnak az érdeklődők, illetve példányszámaik bekerülnek különböző intézmények könyvtáraiba, könyvállományaiba. Vendégeim a stúdióban Laskai Adrien karmester, karigazgató, akit zenetörténésznek és színháztörténésznek is szoktunk nevezni írásai miatt, és Jánki Mária zeneművész, Szabó László, az imént bemutatott kötet szerzőjének a lánya. Jó napot kívánok, köszönöm. Jó napot kívánok. Köszönöm, hogy eljöttek. Miért tekintjük elhallgatott periódusnak is ezt az időszakot, amelyről beszélünk? Ez egy olyan periódus, egy nagyon zavaros periódus volt a közvetlenül a háború után, amiről a politikai helyzet következtében nem mert senki írni. Nem mert senki írni, mert olyan volt a helyzet. Nem írtak akkoriban, de a rendszerváltás után, 90 után? Ez jó kérdés, lehetett volna, de nem írtak. Hát megjelent ugye Szabó Lászlónak az anyaga, megjelent a Helikonban. Tehát valami csak történt, de nem fejtették ki a dolgokat, és elhallgatták. Én nem tudok semmilyen visszhangról evel kapcsolatban. És akkor léteztek újságcikkek legalábbis, mert elmondtuk, és most itt egy kicsit puskázni fogok, hogy Szabó László, aki kezdetben a háború után a tartomány megyei és megyei kulturális bizottságnak volt a munkatársa, későbbiekben pedig az opera aligazgatója két periódusban is. Tehát, hogy ő folyamatosan cikkezett a kulturális eseményekről. Igen, de nem erről, hanem a kurzív, amik történtek akkor az 50-es, 60-as, 70-es években mindenről írt, mert ez volt a dolga. Ez is volt a dolga. Hát elmondhatom csak néhány példát. Bábszínházról írt, a Filharmonia népi zenekaráról írt, kórusokról, például a Viva la Musica kórusról írt, és sokat írt a népi csoportokról, mert neki feladata volt az is, hogy a kalotaszegi falvakat járja, és kövesse az amatőr mozgalmakat, ezeket a... És előadásokat is szervezett, rendezett. De még milyeneket, de még milyen szépeket, igen. Volt azt hiszem 4 vagy 5 külön előadása, tehát külön csoportok, külön téma, a Mennyasszony szép virág, az Ide nézz a figurára, Farsangi
nem tudom a pontos címet, kell nézzem, és így még mások is. És mikor kezdett írni a színházról? És arról az évadról, amelyről most beszélünk? Arról csak nyugdíj után, mert akkor volt több ideje, hogy hosszabb lélegzetű dolgokba fogjon bele. És rögtön a nyugdíj után nekifogott ennek az Elfelejtett Színházi Évad című munkájának a megírásához. És hát nem volt kis dolog, mert már nagyon kevesen éltek a régiek közül, ugye, akikkel ő mindenképpen akart beszélgetni, plusz ugye a könyvtárba járt, és ottan olvasta a régi lapokat. De nagyon nehéz volt például fellelni régi plakátokat. Borzasztó, hát nem volt sehol, se a könyvtárban, se az operában. Tehát, és Rónai Antalnak köszönheti, Rónai Antalnak voltak otthon a saját gyűjteményébe, erről a korról is plakátok, képek. Tehát, és akkor ő összeszedegette dokumentumokat, igen. És ez megmaradt a családi hagyatékban? Igen, az írása, meg ezeket a plakátokat, meg szereposztásokat apám lefotózta. Tehát nem vette el Rónai Antaltól, vagy Senkászki Endréhez is ment többször, és ő is több adattal szolgált apámnak, meg a két korabeli balerinával is, Pletlenke, és meg milyen Rózsi... Jagamos. Szóval a régiekkel. Annyit mondanék még az előző kérdéséhez, hogy ugye ez a periódus 40-44 után következett. Itt a románság jelenléte minimális volt. Tehát mikor megkezdték ezeket az előadásokat, természetesen voltak román előadások is, de nagy volt az átjárás, tehát román művészek játszottak magyar előadásokba és fordítva. Na most már az következő nemzedékek úgy gondolták valószínű, hogy ezt a periódust jobb nem bolygatni. Tehát ez a háború utáni közvetlen periódus. Sőt, akinek egyáltalán a román színház és román opera működését, minimális működését, mert nem voltak emberek hozzá, a Bretán családnak lehetett köszönni. Bretán Miklós, Nikolaj Bretánt egész egyszerűen ellehetetlenítették. A legutolsó román operáról készült monográfia is valami minősítetetlen hangnembe írt róla. Úgyhogy amikor meglátta ezt a kéziratot, gondolom, hogy eredeti kincsként kezelte. Pontosan. Mit kezdett velük? Hát először is helyeztem a történelmi környezetbe, és azt hiszem, hogy nem is lehet enélkül ezt tárgyalni, ezt a periódust. Tudtam az, hát valamennyire tájékozottak voltak a színház történészek, nem lehet azt mondani, hogy nem tudtak erről a periódusról, hiszen mindenki tudott a Városi Színházról, ami egy ernyőszervezet volt, aminek a két szekciója volt, a magyar és a román, de én azt mondhatnám, hogy tulajdonképpen egy volt. Nyugodtan lehet ezt is mondani. És inkább használnám azt a kifejezést, hogy elhallgatott. Még Lakatos István sem, aki annyi mindent írt, nem mert ez a periódushoz hozzányúlni. Nála 46-ba kezdődik az élet. Mit tud mesélni erről a periódusról? Hát ilyen történelmi kontextusban, ahogy mondja, és igazából a könyvből kiderül, hogy szinte folyamatos volt azért a színjátszás Kolozsváron. Annyira folyamatos volt, hogy szinte 300 előadás volt abban az évben, mert... Amikor közben nagy változások történtek. Hát nagy változások történtek, és az előadásoknak az időpontja is délután, este, még már nem bombáztak, de kiárási tilalom volt, stb. Szerencsénk volt a szovjet város parancsnokkal, aki úgy látszik, hogy színházkedvelő ember volt, és ő volt az, aki megnyomta a gombot, tessék elindítani. És természetesen először ilyen ünnepi műsorok, nem is nagyon volt kivel,
Aztán, ahogy kezdtek haza szállingozni a színészek, énekesek, azokon kívül, akik itt maradtak, akkor bővült a repertoár, és hát természetesen mit lehetett ebben a periódusban? Elsősorban operettet. De ha valaki megnézi a játéklistát, akkor látja, hogy volt ottan Maxim Gorki is, volt más is. Ugye voltak, akik hazaszállingoztak, és voltak olyanok, akik menni kényszerültek. Miért? Itt a magyar színművészekről beszélünk. Menni kényszerült az egész társaság tulajdonképpen, mert a kiürítési parancs következtében kötelező volt elhagyni Kolozsvárt. Nekik jelentkezniük kellett Budapesten. Megfenyegették őket, hogyha nem, akkor ha a bíróság valami ilyesmit tudtam kihámozni az anyagból. Na most nem mindenki ment el természetesen, de mindenki szerte szétfutott a bombázások elől, és mikor haza akartak jönni, akkor ugyebár már átvette a hatalmat a munkásosztály, eléggé elítélhető módon beleszólhattak a kulturális tárcának is a dolgaiba, és egész egyszerűen megtiltották. Egy listát hoztak nyilvánosságra, ki az, aki hazajöhet, és ki az, aki nem jöhet haza. Itt említeném Tompa Sándort, aki az ottaniaknak a nevében kérte, hogy engedjék őket hazajönni, mert ők haza szeretnének jönni Erdélybe. Ennek mindenki át kellett essen egy tisztogató bizottságon, ennek a kolozsvárinak a főnöke Rónai Antal volt. Neki egy levél részlete jutott a kezembe, amiben ő egy listát közöl, hogy kik azok, akik hazajöhetnek. Hát a nagy részük magyar anyországi művész, aki értelemszerűen nem jött aztán idehaza. Így van. Szabó Lászlónak nagyon érdekes az életútja, mesélt is róla a könyvemutatón. Ő ugye jogi tanulmányokat kezdett még az első Ferenc József Tudományegyetemen, de oklevelet a későbbiekben szerzett már a Bábesbolyai Tudományegyetemen, történelem, magyar nyelv és irodalom szakon. Igen. És két periódusban is volt aligazgatója az operának, 1956 és 1960 között, illetve 1977 és 1980 között. Igen. Tud-e mesélni, vagy emlékeiből, vagy arról, hogy ebből az időszakból úgy mi maradt fent? Milyen volt akkor a színházi élet? Nagy színházi élet volt, el kell mondjam. Zinberger Sándorral volt az az első periódus 56-tól. Nagyon izgalmas és nagyon nagy színházi élet volt. Hát Zinberger Sándor az ugye egy, nem is tudom, hogy mondjam, egy híres opera igazgató volt, aki így erős kézzel fogta a társulatot, és vezette. És nagyon értékes előadások voltak az időben is, és nagy turnék. Bár lehet, hát, hogy a 80-as évekre ott már föllépett a cenzúra kérdése is egész volt. Nem megszűnt, ami az előtt volt. Volt igen. Minden. A cenzúra az mindig volt, meg kell mondjam, az volt mindig. Hát 56 után is, hogy ne, jaj, volt. De valahogy ezek a nagyon jók voltak a vezetők, csak ezt tudom mondani. Valahogy ügyesen megtalálták a kiskapukat. Megtalálták a kiskapukat, és az első periódusban ki volt a vezető, az ország vezetője? A Bisztrai édesapja, Lápszuszon van. Gróza Péter támogatta az intézményt, tehát kaptak aránylag jó pénzeket, tehát gyönyörű kosztümök, gyönyörű díszletek voltak abban az időben, mert volt szubvenció. És ki lehetett esetleg használni. Igen, és ki is használták, igen. Később is, ugye, hát mondom, ez a kontroll, meg ez mindig volt,
De adott esetben ki lehetett játszani. Igen. Szabó Lászlónak vannak más jellegű írásai is a családi hagyatékban, és remélem, hogy ezekről is lesz alkalmunk majd beszélgetni. Esetleg zárszóként azt, hogy ez egyértelmű, hogy ez a kötet hiánypótló a kolozsvári színház történetben. Igen. Fájdalom, hogy mindenkit érdekel, csak éppen a színészeket nem. Úgy gondolja? Vagy azt látja? Úgy látom, igen. Úgy látom, igen, és én igyekeztem a kötet végére fényképeket is, ami fellelhető volt, mert egy illusztris kollega, anélkül, hogy nevet mondanék, egy adott pillanatban, ez nekem egy nagy fájdalmam, az illusztris kollégával beszélgettünk, és valahogy szóba került Flóra Jenőnek a neve. És azt kérdezte a fiatal ember, hogy hát az ki? Na hát, esetleg ez is kiderül ebből a kötetből. Igen, most megtudhatják. Úgyhogy, igen, Laskai Adrián és Jánki Mária, köszönöm szépen, hogy itt voltak, és további sikeres munkát kívánok. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen.